A munkahelytől való elszakadás joga több százezer belga közalkalmazott számára vált valósággá február 1-től. Őket ezentúl munkaidőn kívül csak vészhelyzetben keresheti a felettesük. A szakszervezetek szerint egész Európában hasonló normákra lenne szükség azért, hogy biztosítsák a munkavállalók jogát a kikapcsolódáshoz. Korábban elmulasztottuk a lehetőséget arra, hogy alkalmazkodjunk a digitalizáció jelentette kihíváshoz. Nem tudtunk válaszolni a kihívásokra. Szerintem az innovációkat az emberek igényeihez kell igazítani, és az Európai Uniónak épp a munkavállalók jogait illetően kellene előrelépnie és eredményeket elérni, mondta az Európai Szakszervezeti Szövetség szakértője. Tavaly az Európai Parlament képviselői javaslatot tettek egy hasonló európai jogszabályra, amellyel tisztáznák a munkaidőszabályokat és a távmunka feltételeit is. A magánszektor szerint azonban nincs szükség újabb törvényekre. Szerintem a leginkább a munkaadó és az alkalmazott közötti párbeszéddel lehetne tisztázni ezeket a helyzeteket. Nagyon fontos az, hogy erősen fókuszáljanak a megoldásokra a cégek szintjén, hiszen szükség van a rugalmasságra és az egyedi megoldásokra, mondta a munkaadók egyik érdekvédelmi szervezetének képviselője. A kutatások szerint a távmunkában dolgozók kétszer olyan gyakorisággal túlóráznak, mint az irodában dolgozó alkalmazott társaik.